vagy, te mit csinálsz, itt mivel foglalkozol? Én vagyok Boxi, a becsületes sportájnak a Lukács Orbála, és ez itt a Nintendo Strand, ahol most vagyunk, és egy Nintendo promóter vagyok, akik bemutatják az új Nintendo gépeket, az új Nintendo Switch, és mind 3DS játékokat itt mondják végre. Mesélj kicsit, hogy kerültél bele ebbe az egészben? Hogy kerültem bele ebbe az egészben? Én már nagyon-nagyon régóta szerintem gyerekkorom óta imádom a Nintendo játékait, és egy idő után úgy gondoltam, hogy szeretném több embernek bemutatni ezeket a dolgokat. Elkezdtem különböző közösségi dolgokat szervezni, találkozókat, hogy minél többen együtt tudjunk multiplayer játékokkal játszani, és ahogy évenként frissítettem mindig az új hírekkel az oldalaimat, akkor előbb-utóbb megjelent a Magyar Nintendo forgalmazó, és kérdezte, hogy nem szeretnék esetleg velük együtt dolgozni egy ilyen rendezvényen, mert én ismerem ezeket a játékokat, gépeket, és könnyebben tudom bemutatni azokat az embereknek, akik kérdeznek róla valamit. Úgyhogy elkezdtünk kiárogatni Play ID-ra, majdnem minden promóter, aki itt van, az mind Nintendo rajongó, van otthon gépik, és ismerik ezeket a játékokat, és nagyon szeretnek róla beszélni, mint én. Úgyhogy így került a nagyjából ebben. Na, ez nagyon jól hangzik. Azon a kérdés, hogy miben látod a Nintendónak a jövőjét, hogy a Switch után mi lenne az a lépés, amit ők megtennének? Hát most a Switch szerintem egy rendkívül jó ötlet volt, ugye mivel ez egy hibrid handheld és egy otthoni konzol, és erre eddig nem volt a piacon példa, de hogy ezek után, mint hardware, nem tudom még mihez tudnak előrökölni, ami most szerintem fontos, az a szoftveres rész, tehát minél több olyan játék kell, ami különböző funkciókat ki tudja erre használni, és amiért megéri megvenni ezt a gépet, és egyelőre úgy néz ki, hogy nagyon sok minden van tervben náluk, és ami eddig kijött, az is nagyon meggyőző tud lenni. Ezzel kicsit már rá is kanyarodtunk a következő kérdésemre. Mi szerint mi lenne az a játék, amit te mindenképp szeretnél látni ezen a konzolon? Hát, mivel én hatalmas Pokémon rajongó vagyok, szerintem nem állok el titkot azzal, hogyha azt mondom, hogy ilyen Pokémon játékot az 60 megvennék erre a gépre, hogy csak kiadnak. Úgyhogy mindenképp. Tehát a Pokémon mindig hordozik a konzolra jöttek ki, ugye könnyebb legyen magaddal, vinni iskolába, munkahelyre, stb. És a Switch is most egy ilyen hordozható konzol, de lehetőséget ad arra, hogy nagyon szép grafikával egy 3D-s világot meg tudja jelenteni akár olyan open world-ot, mint a Legend of Zelda, és azt nagyon-nagyon szeretném egy Pokémon játékban kipróbálni, hogy ez milyen, hogy működnek. Régebben ugye részt vettél ilyen cosplay-es rendezvényeken is, ezzel mi a helyzet? Teljesen felhagytál velük, vagy már csak nem hozzanak annyira? Igazából ugye szintén a Pokémon-os rajongásomból adódóan elkezdtem annak idején a Magyar Anime Társasághoz itt dolgozni, és akkor amikor tehetem, akkor szívesen kimegyek animés rendezvényekre, és hát azért rengeteg animét szoktam nézni még a mai napig. Viszont jelenleg két állásban dolgozom, az egyik ugye a Nintendo, a másik a saját normális forintállása, és emellett nagyon ritka az, hogy ráegyek ilyen különböző rendezvényekre, a hétvégében meg egy videójátékozással, anime nézéssel töltöm, többnyire. De percben van még, hogy remélhetőleg fogok majd felbukkanni még egy-két animét meg cosplay. Na, ez jól hangzik. Van esetleg ilyen cosplay-es, akit követsz egyáltalán ilyen-olyan felületen akár? Hát cosplay-eseket annyira nem, legalábbis nem név szerint. Nagyon imádom egyébként nézni a cosplay-eket, mert egyszerűen annyira kreatívak meg. Mindig egy lesz az állam, amikor ránézek egy-két cosplay-es, hogy úristen, hogy tudták ezt megcsinálni, hogy tud bennem mozogni, és egész nap ebben lenni. Tehát egyszerűen lenyűgöző, de én mondjuk például nem cosplay-ezek, nem is időre is, meg úgy érzem, hogy esélytelenek kikolmából indulnék bármilyen cosplay-es dologra. De nagyon szeretem nézni őket, viszont név szerint nem követek cosplay-ereket. Szuper, köszönöm!